Még egyszer nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, most már itt teljes létszámban megvagyunk. Először is csak magamról bemutatkozni, Bánki András vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetemen csinálom a doktori képzést, és igazából én az Európai Parlamenttel foglalkozok. Igyekszem majd betartani mindjárt az időkorlátokat, illetve kevésbé belemenni az adatokba. De akkor bele is kezdenék, és szerintem a legfontosabb az, hogy miért is beszélgetünk ugye Válságok című konferencián az Európai Parlamentről. És ebben az a legérdekesebb, hogy főleg a külföldi szakirodalomban igazából a 2008 óta eltelt időszakot sokszor ezzel a többszörös válság időszaka néven, vagy angolul Era of Multiple Crisis néven illetik. Lehet, hogy ahogy beszélünk ugye a rendszerváltás koráról, lehet, hogy mondjuk az 2008 óta eltelt időszak, később 10-20-30-40 év múlva így fogják majd emlegetni a történetírásban. És hogy miért is többszörös válság, ugye itt fel is soroltam néhányat a dián, hogy ugye beszélünk egy gazdasági világválságról, amiről ugye az utolsó előadásunk szólt. Az Amerikai Egyesült Államokban az már 2007 legvégén elkezdődött, de látszik, hogy Magyarországon egészen sokáig, még akár 2013-ban is éreztette a hatását. Ezután ugye következett a évtized közepén egy migráció okozta válság, ez ugye főleg Európában, egész Európában fejtette ki a hatását, de nem globálisan, de azért elég nagy területen. Ugye utána történt egy koronavírus okozta válság, nem véletlenül van ott egy kérdőjel ugye a második évszámnál, mert ki tudja, hogy mi is lesz a vége. Ugye most elkezdődött ugye a szomszédban egy háború, az ukrán-orosz háború, és ez is mind nem csak biztonságpolitikailag, hanem gazdaságilag is okoz egy válságot, és közben a háttérben megbúvik egy klímaválság, amit néha érzünk, néha nem, ha éppen nincsen más aktuálisabb probléma, akkor felerősödnek a hangok, amikor épp, mint most a háború, az teljesen elnyomja, de ez meghúzódik a háttérben. És ami nagyon érdekes, hogy ezek a válságok nem különállóak, hanem egymás hatásait folyamatosan erősítik. És ami nagyon érdekes, hogy ez mindegyik globális, vagy legalábbis európai szintű válság. Ezért nagyon nehéz egy-egy országnak önmagának megbirkóznia vele, igazából lehetetlen is. És ezért beszélgetünk most az Európai Parlamentről, hogy szükség van valami olyan nemzetek közötti intézményekre, aztán egy nagy kérdés, hogy például az Európai Parlament ilyen is, igazából ez lesz az előadásnak a lényege, ami valamennyire kezelni tudja ezeket a válságokat, ami azért túlhalad országhatárokon. Igazából ennek a mai előadásnak így a céljairól szeretnék néhány mondatot mondani, hogy ez a, ugye a doktori disszertációmnak az egyik témája, az Európai Parlamenttel foglalkozok, és ebben az érdekes, hogy nagyon sok kutatás foglalkozik egyes országoknak a pártrendszerével. Tehát az, hogy épp hol, csak mondjuk Amerikában, hogy miért van két pártrendszer, vagy vannak olyan országok, ahol 10-15 párt is benn van a parlamentben, vagy Magyarországon általában miért csak 5-6-7 párt. Ennek megvan a tudományos háttere, viszont ezt nem nagyon szokták alkalmazni nemzetközi intézményekre, mint mondjuk az Európai Parlament. És én három időszakkal fogok foglalkozni, 3-5 éves ciklussal, ugye a 2009-14-essel, a 14-19-essel, és ugye 2019-ben volt utoljára Európai Parlamenti választás. Azért tettem a dián mindegyik után oda egy számot, hogy néha így fogok majd rá hivatkozni, hogy a 7. ciklus, a 8. meg a 9. ciklus, mert 79-ben választottunk először, hát akkor ugye mi még nem, de Nyugat-Európában akkor választottak először képviselőket az Európai Parlamentben, és azóta ez a 7., 8. és a 9. ciklus, amiben most épp benne vagyunk. És akkor néhány mondat magáról az Európai Parlamentről, ugye, hogy 79 óta választják a képviselőit, előtte is létezett ez az intézmény, az Európai Unió elődjét a 50-es években hozták létre, de akkor még nem választották a képviselőket, hanem a egyes, mondjuk a NSZK parlamentje delegált 20-30 főt ebbe az intézménybe. Hanem nem választással ment, hanem ilyen delegálással. És 2009 óta, tehát pont ebbe a válságos időszak kezdetén, azóta társjogalkotó intézmény.
Tehát ez azt jelenti, hogy van egy Európai Uniónak egy másik szerve, ez az Európai Unió tanácsa, ők ketten, ha megegyeznek egy dologba, abból lesz európai jogszabály. Tehát mind a két félnek meg kell egyeznie. 2009 előtt nem volt az Európai Parlamentnek ilyen hatásköre. És az is érdekes, hogy ugye a hatáskör, ez folyamatosan bővíti ezt az intézmény. Tehát nem az van, mint mondjuk a magyar parlamentnél, hogy megvan szabva, hogy mi a hatásköre, és mondjuk 100 évvel ezelőtt is nagyjából hasonló volt a hatásköre, sőt az is lehet, hogy még korábban is. Mondjuk ugye a szocialista időszakban éppen nem, de most ugye megint ez van. Tehát és valószínűleg 20 év múlva is, 30 év múlva is ugyanez lesz a hatásköre. Hanem az Európai Unió folyamatosan ilyen-olyan módon, éppen ilyen válságokra hivatkozva igyekszik a saját hatáskörét bővíteni. És emiatt is fontos igazából megismernünk kicsit jobban, mert hogy egyre több az ilyen globális vagy európai szintű válság, és egyre több problémát fognak igazából ott kezelni. Amit tudni kell róla, hogy itt nem pártok vannak az Európai Parlamentben, hanem ilyen politikai csoportok, amit hát magyarul szeretnénk ezt így megfeleltetni, az olyan, mint egy frakció, csak itt nem nagyon szokták használni a frakció kifejezést. Ezek egy-egy ilyen, tehát nem országok szerint ülnek bent az emberek, hanem egy-egy ideológiai alapon mondjuk vannak, van szocialista frakció, vagy van éppen kereszténydemokrata frakció, és vétettem is egy hibát itt a dián, mert azt írtam fel, minimum 35 képviselő, de ez minimum 25 képviselőnek kell összeállnia ahhoz, hogy alkosson egy politikai csoportot, viszont ennek a 25 képviselőnek 7 országból kell jönnie. Tehát nem lehet az, hogy egy-egy országból, hanem egy ilyen multinacionális társaságnak kell lennie, és az is különbözik bármilyen ilyen nemzeti parlamenttől, hogy nem úgy néz ki az Európai Parlament, hogy van egy kormány és van egy ellenzék, mert hogy az Európai Unió nincs kormánya, hanem minden szavazás előtt másfajta szavazási koalíciókat kötnek. Lehet, hogy egy kérdésben 2-3 csoport együttműködik, de utána egy óra múlva a másik szavazáson már nem. És emiatt például egy ilyen kutatás, mint az enyém, nem lenne értelme csinálni mondjuk Magyarországon, mert itt nagyon egyértelmű, hogy az esetek 99,99%-ában úgy lesz a szavazás, hogy az ellenzék az ellenezni fog egy dolgot, a kormány az támogatni fog egy dolgot, és ez így fog menni. Ugye nagyon sokáig, tényleg 10 évenként van csak néhány szavazás, ahol nem ez történik, ugye általában meg is bukik egy-egy kormány. Mint mondjuk történt mondjuk pont a gazdasági világválság alatt, amikor a MSZP-SZDSZ koalícióban az SZDSZ kiszállt, és ugye megbukott a kormány idő után. Tehát folyamatos koalíciókötési kényszer van, és az az érdekes, hogy 79 óta, 2019-ig, 40 éven keresztül úgy nézett ki a politika folyamata az Európai Parlamentben, hogy volt a két legnagyobb szereplő, és a két legnagyobb szereplő, ez a kereszténydemokrata és a szocialista frakció mindig együtt szavazott. Ők ketten mindig 50% fölötti arányt képviseltek. Ha nem is mondjuk mindig, mint ahogy az előbb mondtam, együtt szavaztak, de az esetek 70%-ában általában, és általában kisebb súlyú történeteknél nem támogatták egymást, ott másfajta szavazási koalíciók jöttek létre. És úgy ebben a kutatásban úgy fogom igazából koncentrálni ezekre a politikai csoportokra, hogy van két mutató. Az egyik az, hogy egy-egy politikai csoport, mondjuk a kereszténydemokraták mennyire működnek együtt, mert ugye rengeteg országban vannak képviselők, és nem biztos, hogy mindenki támogatja a közös irányvonalat. Ez egy kohéziós index, az azt mutatja meg, hogy hány százalékba szavaz együtt. Tehát akinek mondjuk 90%-os a kohéziós index, az azt mutatja, hogy az esetek, tehát a csoport általában a szavazások 90%-ába együtt szavaz, de néha kiszavaznak. Ez azért fontos mutató, mert megmutatja, hogy akik együtt szavaznak, minden nagyobb ez a kohéziós indexe, annál inkább valószínű, hogy valóban rá tudnak hatni a folyamatokra. A másik pedig az, hogy kivel kötnek ilyen koalíciós egyezményeket egy-egy szavazásra, tehát kivel szavaznak együtt. Itt hát csak nagyon röviden igazából a mai főszereplőinkről.
Itt látható, ugye látszik alul egy jobb oldal, bal oldal a tenger, ugye a jobb oldal ugye a kék színű, és a piros ugye a bal oldalt jelképezi, és a nagyságuk ezeknek a logóknak, mielőtt elmondom majd, hogy melyiket jelenti, ez azt mutatja, hogy hány képviselőjük van. Direkt nem akartam ilyen számokat hozni, itt nem akarok senkit ezzel fárasztani, de látszik, hogy a legnagyobb, ugye a kék színű gömb, az ugye az Európai Néppártot, az EPP-t, a rövidítve EPP-t jelképezi, ő a legnagyobb frakció, már az egész vizsgált időszakunkban, van a SND, ők a szocialisták, ez a két frakció volt szinte mindig, 40 éven keresztül, 79-től 19-ig, ugye többségben, ha ketten összeálltak. Középen vannak liberálisok, ez a Európa megújul, ez a sárga gömb képezi őket, ők 10% környékén vannak. Tőlük balra található ez a zöld gömb, ugye ő a zöldek frakció, és még egy nagyon picike kis, szinte már bordó pötty, ez a Egyesült Európai Baloldal, hát itt ebbe északi egységes baloldalnak is nevezik, tehát ebben skandináv országokból nagyon baloldali pártok, mondjuk francia kommunisták, és tényleg nyugat-európai általában kommunista pártok vannak benne. Az EPP-től, tehát a nagy kék gömbtől pedig látszik még kettő darab másik kék logó, mutatja ugye az erejüket is a többiekhez képest, az két jobboldali csoport, az ECR azok a konzervatívok, ott például a lengyel konzervatívok alkotják azt a csapatot, az ID, az pedig ő a legjobbra lévő csoport, igen, identitás és demokrácia a nevük, ők például a francia nemzeti front alkotja őket, vagy épp ott vannak az olasz Salviniék, a Liga, ők nem nagyon vesznek részt, majd látjuk is együttműködésekben. Itt most mutatok számokat, ne fárasszátok azzal, és ne fárasszák magukat azzal, hogy minden számra megnézik. Ugye ez a kohéziós mutatókat mutatja. Annyit szeretnék erről kiemelni, hogy látszik az, itt leginkább ugye bal, nekem bal fele lévő EFD, EFDD, ID néven az látható, hogy nagyon pici a kohéziós indexük, ők a jobboldali csapat, nem tudom, hogy a nyíl az esetleg látszódik-e most, de igen, tehát hogy itt nagyon nem, néha az 50%-ot se éri el. Ez azt mutatja, hogy ők nem nagyon hatnak rá a döntéshozatali folyamatokra, még látszanak a 90% fölötti számok más csoportoknál, szocialistáknál, a centrumnál, liberálisoknál, vagy éppen a kereszténydemokratáknál, ők azok a csapatok, akik rá tudnak hatni bizonyos csoportokra, ők azért szavaznak igazából együtt. Most gyorsan át is ugrok néhány számot, itt azt mutatja meg, hogy egy-egy csoport, csak hogy lássák, hogy nagyjából hogy is dolgoztam fel a dolgokat, hogy ki szavaz együtt kivel, de itt lesz egy utolsó diám, és abban el is mondok mindent, hogy az az érdekes, hogy 2019-ben az európai parlamenti választásokon először történt meg az, hogy ez a két nagy csapat, tehát a szociáldemokraták, illetve a kereszténydemokraták, ha összeállnak, akkor se érik el az 50%-ot. Ezért érdekes igazából a helyzet, hogy 2019 óta mi is történik, mert hogy előtte azt láttuk, hogy ez a két párt, ha összeállt, akkor együtt tudott szavazni. És ehhez kötődik például, hogy ugye magyar vonatkozása is van, hogy amikor ugye a magyar kormánypárt, a Fidesz kilépett a EPP-ből, az ehhez is kapcsolódik, hogy egyre inkább a kereszténydemokratának, az EPP-nek meg kell felelnie a bal, tehát az európai parlamentben a bal oldalon található politikai csoportoknak, mert csak együtt egy nagyon széles koalícióba tudnak többséget teremteni. És az látszódik, hogy pont 2004 óta, mióta mi beléptünk, mint Magyarország az európai parlamentbe, mindig a kereszténydemokraták voltak a legtöbben, ők voltak, akik dominálták ezt az európai parlamentet, de most eljutottunk arra a pontra, hogy még mindig ők a legnagyobbak, de annyira lecsökkent a számuk, hogy minimum három
politikai csoportnak kell együtt szavaznia, ahhoz, hogy egyáltalán így is 50% plusz egy szavazattal rendelkezzenek. Ezért egyre inkább engedményeket kell tenniük más csoportoknak, és mivel jobboldali csoportokkal kevésbé akarnak együttműködni, ezért egyre inkább balra tolódnak. És eljutottunk oda, hogy bár a legnagyobb 2019 óta, hogy bár a legnagyobb erővel, politikai erővel és létszámmal a kereszténydemokraták rendelkeznek, sokkal valószínűbb, hogy egy szocialisták, liberálisok, zöldek, és esetleg ez az északi zöld baloldal, ami ugye akár kommunista pártokat is tartalmaz, egy olyan szavazási koalíció le tudja győzni az Európai Parlamentbe igazából bármilyen olyan szavazási koalíciót, ami jobboldali pártokat is magába foglal. Ebben igazából az az érdekes, hogy ahogy telnek az idő, ugye ebbe a válságos időszakba, nem azt látjuk, hogy egyre stabilabbá vált volna az Európai Parlament, hanem azt látjuk, hogy egyre instabilabbá vált. Egyre nehezebb akár az 50% plusz 1-es határt átlépni, ami nem kecsegtett túl sok jóval itt ebbe a válságos időszakban. Tehát az lenne igazából az utolsó mondatom és a zárásom, hogy az Európai Parlament az lehet ebbe a válságos időszakban egy olyan intézmény, ami segíthet itt a válságoknak a nemzetközi kezelésében, de ez az intézmény is egyre instabilabbá vált. Ezért nincs jó, tehát oda kell rá figyelni, mert nincsen alternatívája jelenleg, de nem számíthatunk, akár egy-egy szavazásnál számíthatunk arra, hogy tényleg megoldást kínálnak, de előfordulhat, hogy egy fél év múlva mondjuk, utána a megoldás kínálás megtörtént, azután teljesen ellenkező szavazás következik majd be. Tehát a stabilitását ezt az intézmény az elmúlt egy-két évben nem tudta megőrizni. És valószínűleg ez is hozzájárulhat majd akár az elhúzódó, akár a következő évtizedben is ilyen hasonló válságok megjelenéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet. Itt nem lát. Van egy kérdés, vagy nincs? Igen, tessék csak. Mit gondolsz, mi jelentette annak az előretörését, hogy a kisebb csoportos válaszok megerősödtek, meg váltakó lesz, hogy tovább erősödnek, és átforduljon akár a balhatár jobb oldalon, ahogy nem a szociáldemokraták, hogy nem az EPP lesz a legerősebb jobb oldali törvény. Igen. Hát itt az az érdekes szerintem, hogy a jobb oldalon lévő ilyen kisebb tömörüléseket, tehát jobb oldalon és mind a két szélén nagyon karakteres tömörülések vannak, de a politikai paletta jobb oldalon lévő ilyen kisebb politikai csoportokat, ugye mint a konzervatívok, vagy mint identitás demokrácia, őket egy ilyen politikai karanténba tartják, és egyáltalán nem szavaznak együtt, tehát nem tekinti partnernek, egyáltalán senki se tekinti őket, se a kereszténydemokraták, se bármelyik másik tőle balra található, és ezzel nagyon lecsökkentik annak a lehetőséget, hogy stabilitást teremtsenek meg. Miközben a politikai paletta bal oldalán ugyanilyen, mondom, akár kommunista pártokat is tartalmazó formációk találhatók, de őket nem tartják ilyen karanténba. Ez egy nagyon érdekes dolog az, hogy mikor fog ez megszűnni, vagy egyáltalán meg fog-e valaha szűnni az, hogy ott a bizonyos ilyen politikai csoportokat ilyen politikai karanténba tartanak, és inkább még akkor se szavaznak velük együtt, ha ők felkínálják a lehetőséget, hogy valamit támogassanak. Tehát, hogyha ez megszűnne, vagy legalábbis oldódna ez a dolog, akkor így stabilabbá válhatna ez a működés. És köszönöm a kérdést. Na itt még van? Igen? Mennyire, elég szakmai politika tudományi kérdés, de mennyire érzett a demokratikus deficitre rendelkezőnek akár az Európai Uniós választási rendszert, vagy magát a jogalkotást, a hatásköröket, az ennek az egyik, illetve hogy mit gondolsz, hogy valójában ideológiai, van ideológiai össze, közös nevező a különböző párt
csoportokban, vagy inkább ebben a szélsőséget kérdezik. Nyilván a szélsőséget is, és a radikalizmus kecsváltok a kezdetben. Az első kérdést azt tudom mondani, hogy magát a választási rendszerrel szerintem nincs baj, amivel baj van, ez például az Európai Parlament működése, abból a szempontból, hogy nem átlátható. Mert hogyha például a magyar parlamentben szavaz egy képviselő, mondjuk az a képviselő, aki minket képvisel, és kíváncsi vagyunk, hogy hogy szavaz, akkor felmegyünk a parlament honlapjára, rákeresünk a nevére, és ki fogják dobni a statisztikát, hogy XY képviselő hogy szavazott, melyik szavazáson. És egyértelműen látszik, hogy igen vagy nem. És ugyanezt például az Európai Parlamentben nem teheti az ember meg. Mert ott vannak nyilvános szavazások, ahol tényleg nyilvános és ugyanúgy felmehettek, és mondjuk megnézek, mely magyar képviselőt, hogy hogy szavaz, de nem minden szavazás nyilvános. Tehát általában és kisebb százalékban, tehát ilyen a szavazások 10-20%-a nyilvános. Tehát van egy képviselő, egy Európai Parlamenti képviselő, és nagy részben nem láthatjuk azt, hogy szavaz. Tehát ez egy demokratikus deficit szerintem, és nagyon sokszor károsztatják akár Magyarországot, hogy nem elég átlátható, miközben itt van egy nagy európai intézmény, ami sajnos nem feltétlenül átlátható. A másik pedig az lenne, hogy azért is szerintem ilyen karakteres arcéle ezeknek a politikai csoportoknak, vagy ilyen ideológiailag, mert hogy annyira rá vannak már kényszerítve arra, hogy egymással együtt működjenek, annyira sok ilyen koalíciót kell kötni, hogy azt már látjuk talán. Mindig azt mondják, hogy ha valahogy jót akarsz mondani, akkor egy párkapcsolati példával egyszerű szemléltetni, hogy akár egy párnál is, mert két félnek az együttműködése milyen nehéz, és milyen kompromisszumokat igényel. Most gondoljunk bele egy olyan akár együttműködésbe, ahol 3-4 ilyen politikai csoport van benne. Ez egyébként egy-egy ilyen politikai csoport, a legnagyobb az 200 fő fölötti képviselőt tartalmaz, de a legnagyobbak. Tehát az azt jelenti, hogy azt hiszem 750 fő környékén van az Európai Parlament, hogy 350 ember kell ahhoz, hogy megteremtse a ugye 50% plusz egyet, és az 3-4 politikai csoport. Nagyon nehéz ezeket a dolgokat lebeszélni. És akkor ott is volt még egy kérdés. Igazából az enyém nem annyira tudományos jelenleg, inkább ilyen esélylapoldatú. A közövetkező európai parlamenti választáson mi várható? Várható olyan meglepetés mondjuk azok politikai csoportosulások részéről, akikről említést tettél, hogy mondjuk úgy a széleken vannak nem feltétlenül politikai értelemben, de mondjuk a fősodortól jobbra vagy balra állnak, de ott vannak karakteresek, várható-e ott valamiféle változás az ő létszámbeli megjelenésében? Két dologtól függ szerintem ez. Például 2019-ben akkor ugye a migrációs válság már egy kicsit a hátunk mögött volt, ugye a Covid az még ugye 20 elején történt, tehát az még nem történt meg, és akkor például a klíma az nagyon fontos volt, meg a környezetvédelmi kérdések, és akkor azt hitték, hogy például a bal oldalon a zöldek megerősödhetnek a... Ez nem történt meg, és szerintem most a háború és minden a Covid annyira el is fogja vinni, hogy ugye 24-ben lesz a következő választás, hogy a bal oldalon ez nem valószínű, hogy a környezetvédelmi kérdések addig annyira újra beszivárognának, hogy ott megerősödhet. Jobban el tudom képzelni, és azt azért tudom elképzelni, mert vannak is arra most ilyen statisztikák, ha ma lennének a választások, akkor lehet, hogy a szociáldemokraták lennének a legerősebb frakció Európában, vagy legerősebb politikai csoport. És úgy gondolom, hogy ha ez megtörténne, akkor a kereszténydemokraták is, az EPP is észbe kapna, hogy lecsúsztunk az első helyről megint, hát így 20 év alatt, meg 2004-be kerültek oda, és akkor másfajta együttműködések alakulhatnak majd ki. De úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ilyen másfajta együttműködés alakuljon ki mondjuk a politikai paletta jobb oldalán, ahhoz kell egy nagy pofon. És ameddig a legnagyobb párt, legnagyobb elnézést nem párt, ugye, hanem politikai csoport, európai parlamenti politikai csoport nem kap egy ilyen visszajelzést, hogy másképp kéne végezni a dolgokat, addig ez valószínűleg nem fog megtörténni. De lehet, hogy erre 24-ben majd sor fog kerülni. Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdés. Hogyan a politikai csoportokban
Igen, igen. Ott annyi több... Magyarországon a jobb hík például, ahogy érte el a legnagyobb, akkor kérdőszer a térképet. Igen, tehát ezek a gazdasági válságok, ugye általában a középen álló erők, mondjuk a ugye a kereszténydemokraták, vagy mondjuk a szociáldemokraták, ugye a két oldalon, azok veszítenek ilyenkor szavazókat, mert ők általában a gazdasági válság ilyen, tehát ilyen konzervatívabb módon akarják kezelni, és ugye vannak olyan szélsőségesebb csoportok, itt mondjuk ugye legjobban mondjuk a görögöket érintette, meg a olaszokat, spanyolokat, ott vagy szélső jobboldali, vagy szélső baloldali csoportok erősödtek, mert Spanyolországban, meg Görögországban kifejezetten a szélső baloldali csoportok. Akik azt mondták, hogy le kell írni azt az államadósságot, ami nekik van, nem fizetjük tovább, és ennyire ilyen karakteresen álltak hozzá. Tehát általában én azt látom, hogy az ilyen gazdasági válságok, azok inkább ezeket a kisebb, szélső politikai csoportokat erősítik meg, és a nagyoktól visznek el ugye szavazatokat, ugye mandátumokat, és ezzel megint az a probléma, hogy sokkal nehezebb lesz az együttműködés az Európai Parlamenten belül. Tehát ezek között, a politikai csoportok között. Mert sokkal nehezebb lesz megint 3-4-5 csoportnak kell egyáltalán koalíciót kötnie egy szavazáson, hogy ha egy dolgot el akarnak dönteni. Tehát ez még instabilabbá teszi az egész intézmény működését. Én akkor nagyon elnézést, és akkor még utolsó utáni kérdést, tessék csak nyugodtan. Most ugye azt kell hallani, hogy a megoldás lesz a két párt vezetésében. Ez majd mennyi, milyen igen, igen. Én erre gondoltam, hogy ameddig nem lesz egy ilyen, ameddig nem szaladnak bele egy ilyen nagyobb pofonba, tehát úgy szerintem addig, ameddig ők a legerősebb ilyen csoport, addig örülnek neki, és addig ez nem fogja ők elvinni egy másik irányba. Tényleg az kell ahhoz, hogy beleszaladjanak egy pofonba, ami lehet, hogy egy választáson történik meg, vagy akkor, hogyha egy nagyobb közösség mondjuk kivál egy-egy ilyen csoportból, de szerintem ameddig ők a legerősebb csoport, és ők úgy is érzik, hogy ők a legerősebbek, addig itt nem lesz igazából komoly változás. Köszönöm szépen. Át is adnám a következő előadónak itt a terepet. Itt annyit szeretnék elmondani, hogy itt tulajdonképpen két rövidebb előadást fogunk hallani, mert volt egy előadónk, aki megbetegedett, ezért együttműködve fogják igazából egy ember a két előadást elmondani, hiszen ez egyeztetve is volt korábban. A két előadás között viszont lesz lehetőség majd a kérdések feltételére. Köszönöm szépen. Nos, szeretettel köszöntök mindenkit, egy rövid bemutatkozással kezdeném. Kovács Attila vagyok, a Debrecen Egyetem jogász, szakos hallgatója, a Prétor Szakkollégium tagja, és a saját magam részéről az egyik leginkább érdekes terület, vagy úgy is mondhatnám, hogy kutatási területem az Európa jövőjével kapcsolatos jogi aspektusok, politikai kapcsolódásoknak a feltárása. Ezzel kapcsolatban készültem önöknek egy prezentációval, amelynek a címe Quo Vadis Európa, és ezt fogom a következőkben bemutatni. A nemzetek Európáért, vagy Európa a nemzetekért, ez lenne az első gondolatmenet, és fel kellene vessük, hogy mi adja a kérdés aktualitását. Jelenleg szerintem napjaink leginkább szembeötlő kérdése az, hogy mi lesz Európával, mind gazdaságilag, mind katonailag, mind egyéb tekintetben. De egy kicsit vissza kell kanyarodjunk, hogy honnan is indult az Európa, és honnan is indult ez a koncepció, mint az Európa, Európai Unió, Európai Együttműködés, Európai Nemzetállamok Együttműködése. Tehát gyakorlatilag a nemzetben gondolkodás szakaszába indult ki ez. Európának az első aranykora úgymond a Római Birodalom idejére tehető, amikor is azt a nagy, sok nemzetiségű, egységes birodalmat úgy kell elképzelni, hogy volt egy közösen áthatott irányvonal, egy gondolkodásmód sok provinciával és sok egyéb különálló régióval, amelyek sosem alkottak homogén egységet, de ezek mellett a közös dolog, ami összetartotta ezt a nagy birodalmat, az a római jog volt.
Tulajdonképpen ez a római jog az azt jelentette, hogy ugyanazok a jogok vonatkoztak Rómában egy polgárra, mint mondjuk Szíriában egy kereskedőre, aki szintén rendelkezett római polgárjoggal. De az időszak sok ember számára, meg sok kutató elképzelései szerint nevezhető az első úgymond kapitalista kísérletnek, amelyben egy viszonylag erős gazdasági modell került kiépítésre, élénk kereskedelem, jogi szempontból szabályozásra kerültek a különböző kereskedelmi láncok tekintetében, kialakultak úgymond kereskedelmi vállalatok is, de mindez megváltoztatta a római birodalomnak a felállását gyakorlatilag. Nagyon erős és központosított hatalom nem tudott kialakulni. Sok esetben ez okozta azt, hogy a provinciákban lázadások törtek ki, ez okozta azt, hogy óriási hadügyi kiadások voltak, ez okozta azt, hogy kiemelkedtek olyan személyiségek, mint mondjuk mindannyian ismerjük Julius Caesar, aki előrevetítette azt, hogy egy nagy és erős tőkés volt gyakorlatilag, aki egy erős hadsereget tudott maga köré gyűjteni, és ezzel a római birodalomnak a sorsát is meg tudta változtatni, tehát a köztársaságból ugye az ő időszakában ment át az egyszemélyi principátussá ez a birodalom. Emellett fontos volt későbbiekben a tagozottság, amely Európát jellemez, tehát a különböző nemzetiségek, nemzeti csoportok sosem alkottak egy homogén egységet. Elmondhatjuk ezt a korabeli Franciaországról, amelynek a területén Fülöp Ágostot megelőzően sosem alakult ki egy homogén, egy erős központi monarchia. Hiába volt maga a francia területek bizonyos tekintetben történelmileg egységes, közös kultúrával rendelkező nemzetállamok, nevezhető, de nem alakult ki egy koncentrált, centralizált vezetés, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy hosszú távon egy erős nemzetállam alakuljon ki. Viszont ellentétben ezzel a nemzetben gondolkodás nagyon jelentős szerepet töltött be a sztyeppei népeknél. Gyakorlatilag az őseink ezeknek a úgymond ezeknek a gondolatoknak a mentén szervezték meg a korai államszervezetüket is, tehát az ősiség, az ősi birtok, az ősi területek, az ősi vagyon, az sokáig fennállt, ugye? Az ősiségnek a törvényi eltörlése az az 1948-as áprilisi törvények idejére tehető. Ez nagyon fontos, hogy megmutassuk azt, ezzel kapcsolatban, vagy elmondjuk azt ezzel kapcsolatban, hogy ez igaz, hogy megváltozott az ősiség kérdése, reformokat hoztak azok a törvények, de az ezt követő időszak, a 49-et követő elnyomás, megtorlás, majd később a neoabszolutizmus erősítette a nemzettudatot. Igaz, hogy már itt is különböző gondolatvilágok feszültek egymásnak, Deák és Kossuth, ugye eltérő vélemény, eltérő jövőképet vázoltak fel a magyarság tekintetében, de tudjuk mindannyian, hogy melyik gondolatiság érvényesült. Az Európai Egyesült Államok ideologizált eszménye az már a háború utáni, tehát a II. Világháború utáni időkben már felmerült. Churchillnek a beszédjét kiemelném, a 46. szeptember 19-én Zürichben tartott beszédében már megfogalmazta azt az Európai Egyesült Államok gondolatát, amely akkor még nagyon távolinak tűnt, ugyanis mindenki az újjáépítéssel volt egyaránt elfoglalva. A vasfüggöny időszakában szintén nem lehetett erről beszélni, de ismét Churchillnek a korszakos egyéniségét emelném ki, aki a Missouri állambeli Fultonban tartott beszédében nevezte először vasfüggönynek azt a technikai határzárat tulajdonképpen, ami Németország területét elválasztotta egymástól. Abban az időben az Európai Egyesült Államok gondolata egy fényes jövőígéretét hozhatta magával, viszont még akkor egy kicsit távoli volt ez. Alapvetően a későbbi időszakokban, amikor már megtörtént az újjáépítés, erősödött a gazdaság, jelentős életszínvonal növekedés következett be, akkor már egy gazdasági együttműködés az Európai Szén- és Acélközösség gondolata és
emellett alakult ki, tehát ebből alakult ki, ebből az együttműködésből, ez viszonylag gazdasági jelleget hordozott magában. Ki kell emeljük azokat a korszakos személyiségeket, akikhez köthető ez a gondolatiság, Adenauer, Schumann és Gasperi, ők azok a korszakos politikusok voltak, amelyek meghatározták ennek a gazdasági együttműködésnek a kereteit. Viszont nagyon fontos elmondjuk, hogy mindannyian konzervatív és keresztény értékrenddel rendelkező politikusok voltak. Idézhetjük Schumannnak a ismert mondását, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ezt a mai kor vagy a mai idők tükrében azért meg kell, hogy fogalmazzuk magunkban is ezt a feltevést. Európa birodalom, vagy Európa nemzeti szövetségben? Ez megint egy olyan kérdés, amely a napi aktualitás szintjén van. Az előzőekben András által előadottak is kapcsolódnak ide, és ő is jól érzékeltette azt, hogy két ellentétes gondolatvizág feszül egymásnak jelenleg is. Abban az időben, a II. Világháborút követően, egészen más politikai és gazdasági területek, más politikai realitások voltak ezzel kapcsolatban. De tudunk hozni egy jó példát arra, hogy alakult ez a tengeren túlon, tehát Amerika példájából okulva megláthatjuk az ottani nemzetépítésnek egy sajátos gondolatiságát, ez a Melting Pot projekt, ami tulajdonképpen a népek nagy nemzeti olvasztóteigeit szimbolizálja, ahol egymás mellett különböző identitású népek is megpróbáltak egy egységes nemzetálmot, az amerikait létrehozni. Hát valójában azt meg kell állapítsuk, hogy ott is a népesség gerincét a úgynevezett WASP népesség jelentett, tehát a keresztény vagy protestáns európai gyökerű fehér népesség, de emellett ki kell emeljük, hogy a korábban mezőgazdasági berendezkedésű déli államok, az ugye a gazdasági talapzatát az Afrikából behurcolt rabszolgáknak a munkaerejére alapozta, és ezek a nagy tömegben a déli államokból ugye a rabszolga felszabadítás során elvándorolt vagy elszökött feketék az északi területeken is megpróbáltak ugye beilleszkedni valamilyen szinten nyilvánvalóan. Ez egyértelműen nem volt egy sikeres beilleszkedési projekt, mert ugye még a 60-as években is tapasztalhatjuk a szegregációt, amikkel ők maguk is szembesültek. Ez meg is mutatja, hogy ez a Melting Pot projekt, ez nem teljesen valósult meg Amerikában is. És ugye a közelmúltnak a eseményei, a sajnálatos eseményeiből láthatjuk azt is, hogy sokszor még feltődik a társadalmi feszültség felszínre kerül. Ezt prezentálta egyébként a Black Lives Matter mozgalom is. Igaz, hogy láthatjuk, hogy ott azért erős, álságos dolgok álltak a háttérben, de valamely alapja úgy gondolom, hogy a társadalom vonatkozásában volt, hogy ezeket a problémákat széles körben elismerté tudták tenni, és témába tudták hozni ezt a dolgot. Ugyanez elképzelhető Európa, meg tapasztaljuk is Európa nemzetállamainak a tekintetében is, hogy nem sikerül minden egyes népcsoportot beintegrálni, vagy egy egységes nemzetállami testbe beépíteni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó példa a Franciaország, ahol az egyik legszembetűnőbb az, hogy paralel társadalmak alakulhatnak ki. Tehát ez a valóság, ezt mindannyian szemmel láthatjuk azt, hogy vannak bizonyos no-go zónák, ahol gyakorlatilag a vallási alapon szerveződő közösségek nem ismerik el az állam fennhatóságát, és ez bizony óriási társadalmi feszültségeket okozhat. A narratívák háborúja a következő pont. Itt szeretném kiemelni Németország szerepét. A 2015-ben a Merkel kancellár által meghirdetett Willkommenskultur terve vagy projektje az időtávlatából kijelenthető, hogy nem volt teljesen sikeres, és azt hiszem, hogy enyhén fogalmaztam, tehát itt is fellehetők azok a visszaességek, amely óriási társadalmi feszültségeket
generál. Tehát ez egy olyan dolog, amivel Európa vezető nemzetállamainak most jelenleg is meg kell birkózniuk. Itt beszélhetünk akkor a két egymásnak feszülő álláspontról. Az egyik narratíva a teljes befogadás, a másik narratíva úgymond a zárt társadalmi modell, amely a nemzetállamok elsőségét hirdeti. És térjünk egy kicsit át ennek a jogi vonatkozásaira, az Európai Uniós klauzulának a korlátairól és ezen túlmutató perspektíváiról. Tehát lehet-e, a kérdés az, hogy lehet-e újra nagy összetartó erő a közös jog európai szempontból. Ezt meg kell vizsgáljuk abból a két különböző aspektusból, hogy mik az alternatívák, amiket felkínálnak számunkra. Az egyik a monista, föderális jogrendszer, a másik a tagállami alkotmány elsősége. Ez a mai napig vita tárgya, hogy melyik lenne a leginkább megfelelő, meg leginkább kohéziós erő. Az egyik ugye egy egységes európai úgymond birodalomnak az irányába mutat, ez a monista álláspont. Ez az unió alkotmányjoga mindenben elsőbséget élvez a tagállami joggal szemben, ez az álláspontnak a lényege. Gyakorlatilag semmilyen olyan jogi aktus nem lehet elsődleges az unió alapokmányaival szemben. Ez az irány, ez elvezethet minket egy ilyen központosított, úgymond birodalmi modellé, ahol a nemzetállamok már nem rendelkeznek akkora jelentőséggel. A másik álláspont viszont a tagállami alkotmány primátusa. Tehát ez abban nyilvánul meg, ugye ez az ellenpólus, amely azt mondja, hogy eléggé körbehatárolhatók azok a jogi egységek, amelyek a nemzetállamoknál kell, hogy maradjanak. Tehát itt nagyon körülhatárolt jogi paneleket látunk, amelyeknek csak egy részét adtuk át az Európai Uniónak. Ez teljesen szembeáll ezzel az Európai Egyesült Államok elképzelésével. És a legfontosabb ennek a két identitás meg narratívának az összehasonlításával kapcsolatban az, hogy melyik ad egy konzekvens jövőképet, melyik nyújt Európa számára egy konzekvens jövőképet, amelyek most nagyon nagy kívást jelentenek, azok a legfontosabbakat említve az orosz-ukrán konfliktus, gyakorlatilag nevezhető már Nyugat és Moszkva között zajló konfliktusnak. Ugye itt van még a nyakunkon az egészségügyi kockázatokat rejtő COVID-19, vagy akár a most felvetett majomhimlő járvány is komoly kihívást jelenthet. Világméretű gazdasági recesszió várható, ugye erről beszélt már az egyik kiváló előadónk. A migrációs hullám is elképzelhető, ugye egy erős gazdasági migráció is felvetülhet, vagy akár az orosz-ukrán háború tekintetében felvetülhet egy ilyen másféle migráció is. Nagyon fontos, még kiemeljük egy-két gondolatban még a felemelkedő másik nagy szuperbirodalom árnyékát, a kínai birodalmét, amely úgymond egy birodalmi mintázat szerűen épül fel, és alternatívája lehet a meggyengülő amerikai birodalommal szemben. Azt elmondhatjuk mindannyian, hogy a következő előttünk álló évtized az a kihívások évtizede lesz, és emiatt nagyon fontos, hogy Európa egy olyan identitást tudjon mutatni, egy egységes irányba tudjon mutatni, amely alternatívát jelenthet a nemzetállamok vonatkozásában. Köszönöm a figyelmet! Ha van esetleg kérdés, akkor... Nekem egy olyan egyetlen kérdésem lenne, el is mondtuk az előadásban, hogy paralel társadalmak egymás mellett élnek, jelennek egyik legjobb példája a Franciaországban, így Belgiumban is lehet hasonlóan találkozni. Mind a két országban volt már szerencsém megfordulni, és tapasztalható, látható, érezhető, hogyha az ember átlép egy ilyen kerületbe, teljesen más körülmények fogadják. Ezzel kapcsolatban ezeknek az államoknak van elképzelése ennek a kezelésére, vagy csak sokkal az események kell, mondjuk itt beutánk Svédország példáját, ahol látszik, hogy ez már kezd fizikai erőszakot is ölteni, de egyébként is ugye ez egy nagyon problematikus közbiztonság és egyéb kérdésekben is nemzetbiztonsági kérdéseket vett fel, hogy ezeknek az államoknak van erre figyelme, vagy majd lesz valahogy? Én azt gondolom, hogy a kérdés tekintetében láthatjuk a német hozzáállást, láthatjuk azt, hogy a
tehát a francia hozzáállást is ugye említettük, és láthatjuk azt, hogy sok esetben inkább a problémának az elkendőzése látszódik. Tehát az látszódik, hogy nem kezelni akarjuk ezeket a helyzeteket, nem megoldást akarunk erre kínálni, mármint az államvezetés tekintetében, hanem inkább az van, hogy ne jelenjenek meg a sajtóban, ne okozzunk pánikot a lakosságnak. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy semmibe vezető út. Tehát ezzel a problémával igenis most kell lépni, mert akár a polgárháború szélére is sodorhat nemzetállamokat. Tehát ugye Európa vezető nemzetállamairól beszélünk, Franciaország, Németország, de egyébként beszéltük, vagy említetted a svéd helyzetét is, ott már előfordulhat az, hogy akár egy éven belül is polgárháborús helyzetek alakulhatnak ki. Azt gondolom, hogy ezt nem jól kezelik a most fennálló, regnáló kormányok. Tehát erre egy más utat kell találni, mert ez nem működik. Hogyha nincs kérdés, akkor ennek a bizonyos előadásnak a második verzióját, vagy a kibővített másik részt is előadnám. Akkor a barátom most nem tud itt lenni, aki elkészítette ezt a prezentációt, de akkor én ezt előadnám. Bízom benne, hogy hasonló módon gondolkodunk, és hasonlóan értem azt a gondolatvilágot, amit ő ki akart fejezni ezzel kapcsolatban. Az előadás címe az ukrán-orosz konfliktus biztonságpolitikai vonatkozásai Európában. Hát ez egy nagyon aktuális kérdés, de ezt is messzebbről indulva kell elkezdenünk feltárni. El kell jussunk odáig, hogy a történelmi hátteret is megértsük, tehát kezdeném a kétpólusú világrend végével. Ez gyakorlatilag a Szovjetunió felbomlását követő időszak, amikor már nem beszélhetünk tehát arról a struktúráról, hogy két szuperhatalom egymással szemben áll, mert gyakorlatilag a Szovjetunió felbomlásával Amerika lett az a szuperhatalom, aki gyakorlatilag a világ gazdaságját, világ hadiparát uraló szuperhatalom. A Szovjetunió felbomlásának több oka van, ezt nagyon mélyen lehetne boncolgatni, csak felvetésként a néhány olyan dolog, amely ebben közel játszott, ez a 73-as olajválság, a hidegháborús fegyverkezési verseny, és Gorbacsovnak az intézkedése is ide sorolandóak. Véleményem szerint a perestroika, ugye átalakítása, szovjet viszonyok rendezése átalakítása, glasnost, a nyilvánosság és nyíltság nagyobb szerepvállalása a Szovjetunió részéről, és a gyorsítás az a gazdasági politikai rendszer átalakítása volt, amely mindannyian hozzájárultak a korábban fennálló szovjet tömb felbomlásához. Szovjetunió utódállamairól néhány szót. A térséget ugye látjuk szerintem azokat az utódállamokat felsorolva, amelyek ebből az érdekszférából ugyan független utódállamokként jöttek ki, de elmondható, hogy ezek nem voltak független államok. Tehát gyakorlatilag az orosz befolyás, tehát a szovjet-orosz befolyás nem szűnt meg azáltal, hogy formálisan felbomlott a Szovjetunió. Itt egy kis kitérőt tennék az állami szuverenitás tartalmáról. Ezt meg kell, hogy ismerjük ahhoz, hogy tudjuk értelmezni ezeket a dolgokat. Tehát az állami szuverenitás az gyakorlatilag a tartalma az azt jelenti, hogy a szuverén állam önállóan, külső beavatkozás nélkül dönt a saját ügyeiben. Ez egy nagyon egyszerű megfogalmazás, de ez a lényeg. Az állami szuverenitásnak van külső és belső oldala. A belső oldal egyértelműen az, hogy az állam a saját felségterületén korlátlan és oszthatatlan központi hatalommal rendelkezik, tehát ővé a főhatalom, amely jogalkotásra vagy szabad politikai társadalmi berendezkedések kialakítására vonatkozik. Emellett beszéltünk a külső oldalról, amikor egy állam a nemzetközi kapcsolataiban teljes függetlenséggel bír. Ezt gyakorlatilag a többi államnak kell elismernie, hogy azt az államot ő tekinti a nemzetközi jog általános alanyának. És akkor így valósul, meg így áll össze ebből a két fogalmi rendszerből az állami szuverenitás.
Ez mind szép és jó, ez a de jure felsorolás, de a geopolitika az többnyire mindig közbeszól. Mint ahogy említettem is, azt, hogy a Szovjetunió utódállamai egy csapásra, egyik napról a másikra nem lettek szuverén független államok, ezt mindannyian érthetjük, de emellett nyilván az elmondható más térségekben is, hogy a nagyobb gazdasági súlya, a nagyobb hadipar, a nagyobb haderővel, nagyobb külpolitikai befolyásoló képessége rendelkező államok mindig elsők az egyenlőek között, primus inter pares gyakorlatilag, ez az ismert kifejezés. Tehát, hogy ezek az államok mindig nagyobb erőteret jelentenek, és a kis államoknak a geopolitikájukból adódóan be kell tagozódni ebbe a rendszerbe, hogyha ugye meg akarják teremteni azokat a feltételeket, amelyek a viszonylagos nyugalmat, békét és viszonylagos belső szuverenitást is előidézhetik. Itt felvetném Kazaksztán helyzetét, amely a második legnagyobb területű utódállam, tehát az orosz térség után a második, és a világ 9. legnagyobb területű országa. Gyakorlatilag a 91-től függetlenné vált Kazaksztán első elnöke, Nurszultán Nazarbajev, ő a szovjet-orosz időkben is az ország vezetője volt, és maga a személye adott egy viszonylagos stabilitást, egy erős központi hatalmat, és egy viszonylagos nyugalmat, egy viszonylagos stabil gazdasági létet az országnak. Ez a közelmúlt viharos eseményei megelőzően ez egyértelmű volt, hogy Kazaksztán helyzete viszonylag pozitív, de akkor most előhoznám a jelenleg legaktuálisabb témát, a másik utat, Ukrajnát. Ukrajna a függetlenségét hivatalosan először Lengyelország ismerte el, 91. december 2-án. Ez fontos, hogy lássuk a viszonylagos kapcsolatot Lengyelország és Ukrajna között, amely a mostani időkben is azért tetten érhető. El kell jussunk odáig egy nagy ugrással, hogy beszéljünk a Majdan téren történt tüntetésekről, amelyek szerintem egy bizonyos előzményt adhatnak a mostani háborús konfliktusnak. Tehát 2013. novemberében tüntetések kezdődtek Kijev főterén a Majdanon, és az Euromajdan ellenzéki társulás szervezésében, amelyeknek az volt a célja, gyakorlatilag, hogy a Janukovics vezette államhatalmat úgymond megdöntsék, az EU társulási szerződéstől elálló elnököt, amelyet orosz párti befolyással vádoltak, őt eltávolítsák a hatalomból. Fel kell vessük azt, hogy már itt is egyértelműen látható volt a nyugati befolyás, úgymond. Ezeknek a tüntetéseknek a hátteréről sokat lehetne beszélni, meg sokan elemezték is ezt a helyzetet. Egy kiragadott gondolatot mondanék el, ez a Victoria Nulandos affér, amit gyakorlatilag tagadtak, elismertek, de később ebből világszínvonalon is beszédtéma lett. Ezt azt javaslom, hogy mindenki járjon utána, akit ez így mélyebben érdekel, de ebben egyértelműen tetten érhető volt a nyugati érdekszféra befolyása az államra. Tehát Ukrajnát egy ütköző államként tudjuk elképzelni már abban az időben is. Tehát a folyamatos politikai csatározások megmutatják, hogy két különböző pólus is megpróbálta érzékeltetni a befolyását. Nyilván Oroszországnak mindig is úgymond szerves része, tehát az orosz gondolkodásban mindig szerves részének tekintette Ukrajnát a történelem során nagyon régre visszamenően. És el is mondhatjuk azt is, hogy az Ukrajna keleti részén lévő területeken nagyszámú orosz népcsoportok, tehát a Krím vonatkozásában elmondható, hogy azon a területen mintegy 60%-ban orosz ajkú, orosz nemzetiségű népessége. Gyakorlatilag eljutottunk a Krím annektálásához, amely egy újabb sarokpont volt a mostani háborús konfliktus kirobbantásának az előzményei során. Ezt nagyon fontos elmondjuk. Tehát a Krím annektálását követően eljutunk a mai mostani helyzethez, amelyben elmutatjuk azt, hogy az igazi változást ennek a helyzetnek a kialakulásában az jelentette, amikor Amerikában ugye egy vezető csere történt. Gyakorlatilag a
Donald Trump jelentette, vagy Donald Trump fémjelezte írát követően, az a Joe Biden került Amerikában az elnöki székbe, aki korábban is ugye erős, hogy úgy mondjam, erős tetten érhető érdekeltségekkel rendelkezett az ukrán régióban, tehát elmondhatjuk, hogy úgymond neki szívügye Ukrajnának a helyzete. Megjeleníthető ez abban, hogy a fiával kapcsolatban ugye napvilágra kerültek már mostanában már jobban a mainstream sajtóban is ezek a dolgok. Tehát, hogy az érintettsége az egyértelmű Ukrajnának, a Ukrajnában, az amerikai félnek, és láthatjuk azt, hogy tehát láthatjuk azt, hogy elvezett ez az egész felállás ahhoz, hogy kialakuljon a mostani háborús konfliktus. Ez elmondható, hogy óriási gazdasági problémához, gazdasági válsághoz és katonai eszkalálódáshoz vezethet, és úgy is tart most jelenleg. Jelenleg ugye a NATO az még nem részese ennek a konfliktusnak, de európai országok folyamatosan fegyverszállítással segítik az ukrán felet, és elég távoli még jelenleg a békekötés, fel sem merül ennek a lehetősége, de ugye ahogy korábban is hallottuk az előadásokból, ez jelentős kihatása lesz egész Európa gazdaságára, az egész európai közösség életére. És ez is visszakanyarodnék ahhoz a kérdéshez, amit az előbbiekben felvetettem, vagyis ahhoz a gondolatmenethez, mert most ez az az időszak, amikor nagyon komolyan el kell gondolkodjunk, hogy valami más irányt kell a brüsszeli politikának folytatnia. Egy erős, határozott, döntésképes európai uniós vezetés kell, mert akkor tudja ez a államszövetség hosszú távon leküzdeni ezt az előttünk álló kritikus időszakot. Köszönöm a figyelmet! A kérdésre így válaszolva, én azt gondolom, hogy az elkövetkező évtized egyik legnagyobb kihívása ez a hadi kihívás, tehát a katonai, katonapolitikai, hadipari kiadások növekedése. Ennek kell azt a biztos gazdasági hátteret megteremteni, amely most a kormányintézkedések ugye felvetettek, a nem olyan régen felvetett kormányintézkedések. És azt gondolom, hogy Európa szerte szükség lenne erre. Tehát szükség lenne erre, és kifejezetten ez az a sarokpont, amelyet az Európai Uniónak erősíteni kellene. Tehát, hogyha ugye nem látunk bele a brüsszeli döntéshozók fejébe, vagy a nemzetállamok vezetőinek fejébe is, de talán ez lehet az a pofon, amiről te is beszéltél, ami kell ahhoz, hogy visszatérjünk a valósághoz. Lássuk be, meg lássuk, hogy Európa határán gyakorlatilag egy világháborús helyzet alakult ki, tehát akármelyik pillanatban belesodródhatunk ebbe sajnos, egész Európa belesodródhat ebbe, és azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor már ezt meg kellene lépni a vezető személyeknek, vagy az állam vezetőknek, és a brüsszeli döntéshozóknak is. Tehát ezt kellene tenni, ezt mindannyian látjuk. Az, hogy ez megtörténik, én azt gondolom, hogy az, amit te is feltettél, sokszor ilyen nehezebb átvergődni ezen a szükséges kompromisszumok, szükséges együttműködések láncolatán, és
Például az is az egyik probléma a brüsszeli döntéshozásban, hogy egy túl bürokratizált szervezeten nagyon nehezen mennek keresztül ezek a nagyon fontos, nagyon gyors, határozott lépéskövetelő döntések. Köszönöm szépen. Magyarország egy olyan politikát folytat, amely megpróbál semlegességre törekedni, értelem szerint nagyon komoly magyar kisebbségi Ukrajna területén, Kárpátalján, de ők eredményeket politikai semlegességet tenni. Ha tegyük fel, ezt feladódik a háború, és a NATO hadiség félül meg Magyarországnak, miért nem lehetőség van Én tudásom szerint ahhoz, hogy a NATO belépjen és aktív fegyverhadviselő félként megjelenjen ebben a háborúban, ahhoz egységes döntés kell, tehát a biztonsági tanácsnak kell egy egységes döntése. Azt viszont ugye hát ez az a probléma, amely egy nagyon jó felvetés, tehát Irak esete is látható az a dominancia, amit egyébként Amerika képvisel ebben a katonai szervezetben. Tehát ez az, amiről beszéltünk, hogy primus inter pares, tehát a nagyobb, súlyosabb, jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező államok, azok nyomatékosabban tudják érvényesíteni az érdeküket, de van egy kicsi mozgástér a NATO-n belül, tehát az, hogy NATO-ként, hadviselőfélként magyar katonákat küldjenek ebbe a háborúba, ahhoz gyakorlatilag az is kell, hogy Magyarország ebbe beleegyezzen. Ahhoz, hogy ugye NATO mint egy katonai szervezet háborúba lépjen, az már ugye akkor is megvalósulhat, hogyha nem mindegyik ország egységesen áll e mögé. Tehát ez egy hosszadalmas csatározás, ezt én azt gondolom, mert igaz, hogy a mostani napokban azért azokat a kijelentéseket láthatjuk, hogy nem akar a NATO hadviselőfélként belépni, és visszafogta ezt a fegyverszállításaiban is ezt a tipikusan nagyobb pusztító erejű fegyverek szállítását, de én azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy mindenefelé látszik mozdulni. Kommunikáció egy kicsit más, de mindenefelé látszik mozdulni. És azt gondolom, hogy a kormánynak nagyon nehéz dolga van, de nagyon határozottan ki kell állnia emellett, és azt látom, hogy ugye kormányfő is, mert a kormány ezt a gondolatiságot képviseli elég határozottan, és azt gondolom, hogy az egyetlen lehetőségünk. Ugye a jogi vonatkozása az megint más, mert ugye a jogállamisági kérdés az Európában az egy nagyon messzire vezető téma. Tehát lehet így is értelmezni ezt a dolgot, lehet úgy is, és sokszor úgy értelmezik, aki erősebben tud érdeket érvényesíteni, ennek az akarata szerint érvényesül, sajnos. Sor. Maga ez az előadás csak így előjáróban annyit azért el szeretnék mondani hozzá, hogy ez gyakorlatilag visszavezet még a Covid előtti időszakra, akkor kezdtem ezt a témát részleteiben feldolgozni, csak most van végre lehetőségem arról, hogy egy kicsit részleteiben és nagyobb ívű előadást tudjak tartani így két alkalmat összevonva, ugyanis ahhoz, hogy a helyi kérdésekről részleteiben tudjunk beszélni, ahhoz kell összefüggéseket látni, kell azt látni, hogy a magasabb szintekről hogy csorognak le az események, a történések itt a rendszerváltás hajnalán, milyen út vezet oda, milyen folyamatok következnek be megyei szinten, és majd ez a megyei szinttel párhuzamosan, időkéséssel, igen komoly fáziskéséssel, hogy jelenik meg a vidék Magyarországán, így Hajdúnánás esetében is. Szocializmus válsága, a rendszerváltozás előjelei és a demokratikus átmenet. No, hogyha ezt a témát szeretnénk megfogni, akkor gyakorlatilag vissza kell ugye mennünk egészen a II. Világháború idejéig, illetve a II. Világháborút követő új berendezkedésig, amely nagyban meghatározta egész Közép-Kelet-Európa sorsát, de mondhatjuk, hogy az egész világ sorsát. Itt az előzetesen elhangzott előadásokban sok olyan
kiragadandó részlet van, amelyik rímel az én előadásommal is, amely egyfajta felvezetés, egyfajta nyitánya annak a szituációnak, amiben Magyarország, illetve Közép-Kelet-Európa került. Együtt kezeljük, ugye, mint a KGST blokkot, mint a kelet-európai, közép-kelet-európai blokkot, sok mindenben természetesen nagyon komoly hasonlóság van, azért vannak komoly különbségek is, amelyek különböző nemzetállamok karakterisztikájából, bizonyos kérdésekhez, egyházhoz való viszonyából adódik, csak két példát tudnék itt említeni, mondjuk a Magyarországon az egyházhoz való hozzáállás, vagy Lengyelország esetében az egyházhoz való hozzáállás nagyon más. Vagy a gazdaság területén, amely ugye nagyon jelentős gazdasági tényező a korszakban, de gyakorlatilag végig kíséri ezt az időszakot. Ebben is komoly különbségek mutatkoznak, akár egy NDK, akár egy Lengyelország, vagy akár egy Magyarország tekintetében. Más szinteket értek el a közös gazdálkodásban, más koncepció mellett haladtak, más eredményeket is értek el. Az a fajta rendszer, amely kialakul Magyarországon, gyakorlatilag szoktunk benne ilyen vonalakat húzni, amelynek mondjuk van egy első része, amely gyakorlatilag a Vörös Hadsereg megjelenésétől egészen a fordulat évéig, amely itt a 47-48-as évre esik, ami azt jelenti, hogy a háttérben egy igen komoly szervező munkát folytatnak, aminek eredményeképpen igen gyorsan, nagyságrendileg egy két-két és fél év alatt gyakorlatilag teljes egészében átveszik az irányítást Magyarországon. Ennek több lépése van az magában, az előadásban ezzel nem tudunk foglalkozni, de egy-két kulcsfogalmat azért mindenképpen fontos elmondani. Ugye már az ideiglenes nemzetgyűlés esetében is megjelenik a kommunista párt, az illegalitásból kimozduló kommunista párt Debrecenbe, és igyekszik azokat a létfontosságú, az ő számára létfontosságú területeket megragadni, amelyekre majd a későbbiekben jól tud építeni. Csak itt is egy kiragadott példa. A Nagy Imre, a földosztó miniszter, ugye 45 tavaszán földosztást hirdetnek, és ezt már szervesen beépítik a propagandába, és Nagy Imrének ez egy igen komoly politikai muníciót fog jelenteni az elkövetkező nagyságrendileg több mint egy évtizedre, hogy ő lesz ugye a földosztó miniszter. De hogyha erről a korszakról beszélünk, megint csak egy felvillantás erejéig, ugye a kék cédula, ugye az elcsalt választás, amelynek eredményeképpen nem az a valós választói akarat fog megtestesülni a megalakuló parlamentben, amelyet a magyar lakosság szeretett volna, ekkor még azért döntő többsége nem szerette volna, hogy a kommunisták átvegyék a hatalmat, hanem itt egy egész komoly kisgazdapárti dominanciának kellett volna lenni, de a gyakorlatban addig csűrték, csavarták, csalták szó szerint a választást, hogy az a fajta kisgazda dominancia nem tudott létrejönni, még így is ugye nagyon szép eredményt ér a kisgazdapárt, de azt a fajta kormányzó képes erejét azt mindenképpen megtépázza, és utána fizikai erőszakot is alkalmazva, ugye beszélve a különböző funkcionáriusoknak az eltávolítása, akár az országból való elüldözése, vagy akár börtönbüntetés is már itt a 40-es évek második felében, ez egy teljesen új helyzetet teremt. Gyakorlatilag ez a szituáció egészen 1956-ig eltart, különböző lépésekkel, Rákosi korszak, amely megint csak nagyban érezteti a hatását térségünkben, és az az erőltetett szövetkezeti program, amely láthatóan eléggé kudarcosra sikeredik, több hullámban nekiindulnak, de gyakorlatilag 56-ig átütő eredmény nem tudnak elérni. 56-ban a meglévő összetákkolt, eszkábált, ezeket a kifejezéseket lehet rá használni, szövetkezetek nem tudnak igazából életképes alternatívát nyújtani a vidék lakossága számára. 56-ban ezeknek jelentős része felszámolja saját magát, kilép a tagság, széthordják a szövetkezetnek a vagyonát. Majd 56-58-ig megint van egy átmeneti időszak, Kádár János igyekszik stabilizálni a hatalmát, látja, hogy az a fajta Rákosi-féle rendszer, amely gyakorlatilag a nyílt erőszakra és a hideg, kemény erőre építkezik, ez nem biztos, hogy 56 után ebben a formában úgy tud működni, ahogy mondjuk ez 51-52-ben tudott. Csalódott Kádár, illetve a rendszer a munkás osztályban, mert azért azt ne felejtsük el, hogy a nagy országos megmozdulások mögött igen komoly munkás támogatás van. A parasság ilyen tekintetben szervezettségét tekintve, illetve földrajzi széttagoltságának köszönhetően ugye kevésbé tudja magát indukálni ezekben a forradalmi eseményekben, de így is számos
részvevője, vidéki részvevője lesz ezeknek a forradalmi eseményeknek, már csak azért is, mert gyakorlatilag a 40-es évek végétől, de az 50-es évek elejétől kimondottan nagy lendületet kap az, hogy elkezdődik egy erőszakos iparosítás, melyhez a humán erőforrást, a munkaerőt, a vidék lakossága fogja szolgáltatni. Ugye ők ott lesznek ezekben a megmozdulásokban, és látszik, hogy ezek az emberek a forradalmi napok eredményeképpen a bezáró üzemekből elkezdenek hazaszivárogni, és a forradalmi események ugye néhány nap csúszással fognak bekövetkezni. Ugye a Hajdunánás esetében ez nagyságrendileg 3 napot fog igénybe venni. Október 23-án történnek a központi események, és október 26-án itt a Városháza előtti téren lesznek azok a tüntetések, amelyek gyakorlatilag a gerincét fogják képezni a hajdunánási eseményeknek. Ez az 56, 58 és majd 58-tól kezdődő időszak gyakorlatilag egészen a 68-ig megint csak egy ilyen korszakhatárt húzunk, amely jelenti az új gazdasági mechanizmus bevezetése, ami az igencsak komoly gazdasági nehézségekkel küzdő Kádár rendszer, ugye maga Kádárról nevezzük el ezt a időszakot, gyakorlatilag egészen a rendszerváltásig mondhatjuk Kádár korszaknak. Ez a fajta kudarcos gazdaságpolitika, amely az 50-es évek második felétől a 60-as évek közepéig tart, gyakorlatilag ordít azért, hogy valami változás kell, aminek eredményeképpen megtörténnek a legfontosabb, legszükségesebb decentralizációs intézkedések, amely eredményeképpen a központi irányítás, a tervutasítást úgy az iparban, mint a mezőgazdaságban próbálják alacsonyabb szintekre helyezni, nem központilag akarnak feltétlenül mindent megmondani, de megint csak egy ilyen nánáshoz kapcsolódó, vagy legalábbis az agráriumhoz kapcsolódó példa az, hogy azok a szövetkezetek, amelyek majd az utolsó hullámban 58 és 61 között létrejönnek, ezeknek a szövetkezeteknek egy sokkal szabadabb légkört biztosítanak, mind politikai, mind gazdasági értelemben, és ebbe belefér az is, hogy azok a szakemberek, akik ezekbe a szövetkezetekbe kerülnek, illetve ne felejtsük el, ez Hajdunánás esetében is tetten érhető, hogy a szövetkezetek igen komoly, ők is igen komoly, olyan hiátussal küzdenek, hogy nincs kellő mennyiségű agrárszakember, egy, kettő, meg a tagságnak az összetétele is nagyon változó, és nem feltétlenül rendelkezik a tagság nagyobb része termelési tapasztalatokkal, ami a mezőgazdaság tekintetében egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt dolog, hogy olyan emberek legyenek a gazdaságban, akik már legalábbis csináltak ilyet, és jobb esetben meg is tudják szervezni ezt a fajta gazdálkodást, így bekerülnek az 50-es évek végétől, 60-as évek elejétől látszik ez, olyan elemek, akiket korábban be se vettek volna a szövetkezetbe. Ekkor sem feltétlenül azt jelenti, hogy ezek az emberek annyira be akarnak kerülni a szövetkezetbe, ugye a valamikori kulák, családok, illetve azoknak a leszármazottai, de nincs más lehetőség. Vagy belép a szövetkezetbe, vagy elmegy a városából, falvakból, településekről. Sokan ezt az utat választják, de az itt maradóknak lesz egyfajta ilyen mozgástere, hogy ezekbe a szövetkezetekbe bekerüljenek. Itt a 60-as évek második felén egy lendületet kap a gazdaság, olyan modernnek tekinthető lépések történnek, amelyek nyersrezsőhöz, vagy Fok, vagy Posgai Imréhez is köthetőek, akik azért igyekeznek a lehetőségekhez képest kiaknázni. Még ebben a szerencsétlen tervutasításos szovjet mintára működő gazdaságban is olyan új utakat, amelyek lehetővé teszik egy átmeneti fellendülést is. Megnyílnak azok a kapcsolatok, amelyek összekötik az országot nyugat-európai gazdasági központokkal, úgy a bankszektorban, mint akár különböző technológiák átvételével, amelyekkel lehet modernizálni a magyar gazdaságot. Ez a fajta lendület aztán gyorsan véget ér, annak is köszönhetően, hogy maga Kádár és köre is megijed, hogy ez így nem lesz jó, mert letérünk a éppen elkezdett és nehezen véráldozatok árán elindított kommunizmus útjáról, úgyhogy ezeket a gazdasági szakembereket igyekeznek leszedni a szó legszorosabb értelmébe is, évekre, évtizedekre a háttérbe, harmadik, negyedik sorba taszítani. Illetve van egy másik nagyon fontos és nyomós érv, és a mai nap már előadáson elhangzott, az úgynevezett olajárrobbanás, amely az 1973-as és 79-es szoktuk megemlíteni, ez egy új helyzetet teremt.
Ekkor megjelenik az a fogalmiság, amely arról próbálja az embereket győzködni, hogy ugyan válsági jelek vannak, de igazából nincs válság, mert a kommunizmus az egy más elvekre, más gazdasági struktúrára épül, hogy ami Nyugat-Európában probléma, az Európa keleti részén nem lehet, hogy problémához vezessen. Az igazság az, hogy itt is problémákat fog eredményezni. Ennek eredményeképpen itt is elkezdenek növekedni az árak, és egy láthatóan nehezebb gazdasági klíma, egy nehezebb gazdasági környezet alakul ki, és gyakorlatilag megfigyelhető az, hogy a 70-es évek második felétől az a fajta elképzelés, amely a szocializmus útján való folyamatos előrehaladásra és a mindenki boldogságára és jólétére appelláló úgynevezett gulyás kommunizmus vagy legvidámabb barak, nak a fenntartása egyre nagyobb költségekbe kerül, a gazdaság nem képes már ebben az időszakban sem kitermelni azokat a töbleteket, amivel fent lehetne stabilan tartani ezt a fajta idézőjeles jólétet, amely jelenti azt, hogy óriási nagy lakásépítési programok épülnek, vagy indulnak, lehetőséget teremtenek az emberek számára. És azért ez fontos, hogy a lehetőséget teremtenek, azáltal teremtenek lehetőséget az emberek számára, hogy gyakorlatilag nem egy munkahelyből élnek meg csak feltétlenül, hanem a mezőgazdaság tekintetében ugye ez egy ilyen sajátos magyar út, hogy a háztáinak az igencsak nagy és komoly jelenléte, ami jól kimutatható, hogyha külön előadást lehetne róla tartani, hogy a gazdaság tekintetében hogy tud szimbiózisban élni a magángazdaság, az állami, félig meddig már nem tervutasításos, de azért még elég komoly központi ráhatással működő mezőgazdaság mellett. És nagyon jól látszik az, hogy ahogy haladunk a idővonalon előre, a 70-es évek második felére, mennyire jelentőssé válik a háztáji bizonyos területeken gyakorlatilag már többet termel, mint a közös gazdaság. Ez egyfajta pluszbevételt fog jelenteni azok számára, akik ebben részt vesznek. Viszont ez jelenti azt, hogy ugye ez lényegesen többletmunkát is fog jelenteni. Majd a gazdaság más szektoraiban is megjelennek azok a maszekolások, gebin és egyéb GMK-s megoldások, amelyekkel egymás mellett egy ilyen sajátos rendszer alakul ki, egy szigorúan vett kommunista gazdasági rendszer is mellette egy ilyen félkapitalista, de legalábbis a kommunista vonalhoz képest egy újdonságot, egy magán gazdaságba hajló irányt fog képviselni. Fontos dolog az, hogy azok a technológiák, amivel rendelkezik Magyarország, és hiába van arra lehetőség a 60-as évek második felétől, hogy ha nem is minden, de bizonyos technológiákat átvegyünk Nyugat-Európából, különböző irányítási technológiákat és komplett termelési struktúrákat, ezek azért fogalmazunk úgy, hogy nem a legmodernebb nyugati ilyen jellegű technológiák, de még így is sokkal modernebbek természetesen, mint a szovjet minta, illetve sok gép berendezés fog érkezni nyugatról, vagy akár Amerikából. A John Deere traktor története ugye akár ezt jól példázza. Maga ugye a traktornak az annak idején való megalkotásában is mondjuk van egy komoly magyar rész, ezt mindig el szoktam mondani mindenféle nemzeti büszkeséggel, hogy a Szarvas Józsefnek a konstruktúri munkája az első ilyen erőgépeknek a megalkotásánál azért tetten érhető. Mái napig is ugye magának a John Deere traktornak a jelképe egy ugró szarvas, és ugye ez őrá utal, úgyhogy ez mindenképpen, ha valaki lát egy ilyen szép zöld traktort, akkor ezt azért tegye hozzá, hogy egy kicsit ebben is ott vagyunk. No, ez egyfajta ilyen kettős kép, megjelennek ezek a gépek is, de természetesen itt van a szovjet mezőgazdasági gépeknek a garmadája, már csak azért is, mert a KGST-ben egy nagyon sajátos munkamegosztás eredményeképpen az egyik legagráriusabb ország, mint Magyarország a KGST-n belül pont nem kap lehetőséget olyan gépek, berendezések előállítására, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a mezőgazdaság tudjon működni, azaz a egész jól prosperáló magyar traktorgyártás, amely egészen a 60-as éveknek a második feléig tud működni. Ez véget ér egyik napról a másikra. Erőltetetten orosz traktorok érkeznek, illetve cseh területekről érkeznek erőgépek, és majd mellette megjelenik, ha nem is tömegével a 70-es években, de némi nemű nyugati technológia. Viszont ezek a gépek, berendezések meg kell hagyni, hogy lényegesen nagyobb energiaszükséglettel rendelkeznek, mint mondjuk a korszerű nyugati gépek, és az egyre inkább elszabaduló, mostanában ezt gyakran
jobban használjuk. A korszakban azért talán nem ez a legjobb kifejezés, de mindenképpen emelkedő energiára egyre kevésbé teszik versenyképessé a magyar gazdaságot, így a magyar mezőgazdaságot is. Emellett fontos egyéb jellegű problémák is fellépnek a magyar állam irányításában. A eléggé egyén központú vagy egyszemélyes politikai elitként tud funkcionálni a magyar pártállam. Ugye Kádár János neve fémjelzés, Kádár János mindenhatóként igyekszik is ezt a lehetőségekhez képest a kezében tartani, változó sikerrel, de azért azt meg kell, hogy hagyjuk, hogy gyakorlatilag az 1960-as, 70-es években azért jó erőben lévő, meglehetősen elszántan tudja ezt a fajta elképzelést vinni, másolva meg kiszolgálva a szovjet központi utasításokat, mellette pedig időnként teret engedni olyan szakembereknek, mint akár Nyers Erzső vagy Fehér Lajos, akik egyfajta más szemléletet képviselnek, de a fő irány az természetszerűleg nem változhat és nem is fog változni. Viszont azt meg kell hagyni, hogy az a fajta struktúra, ami kialakult, ezeket egyénekre szabták 56 után, és ezek a vezetők, akik már az 50-es években sem voltak feltétlenül a pályájuk elején, ezek az emberek életkorukat tekintve az 1980-as évekre egyre idősebbek lesznek. Itt látszik egy ilyen számadat, hogy 1957 és 88 között a politikai bizottság, mint a legfőbb irányító testületnek az átlag életkora 69-61 évre emelkedett, 82-ben Kádár János betöltötte a 70. életévét, jó egészségnek örvend, de azért az látszik, hogy ez a rendszer kezd már itt a 80-as évek elején gazdaságilag is, és úgy általában is kifulladni, de természetesen a központi irányítás erősen ragaszkodik ahhoz, hogy itt nincs semmi gond, nincs semmi probléma. Azok a beérkező hitelek, és itt megemlíteném az IMF, mint a Nemzetközi Valutalaphoz való csatlakozás 82. május 6-án, ami azóta is egy ilyen kulcsfogalom a gazdaság tekintetében. Ugye az IMF-hez való viszonyunkat gyakorlatilag tudjuk azt szerint is elemezni, hogy milyen politikai alakulat vezeti Magyarországot. Ugye kiválóan látszik, hogy a kommunisták, vagy majd később a posztkommunisták nagyon szeretik ennek a kapcsolatnak a szorosabbra vételét. Amikor egy nemzeti kormány van, az pedig mindent megtesz, hogy minél hátrébb lépjen ezektől a szervezetektől. A 82-ben ugye az IMF-be is belépünk, illetve a Világbanknál is lesz tagságunk. Ezt döntően arra fogjuk használni, hogy mindenféle kölcsönökhöz jussunk, amivel nem a gazdaságot fogjuk fejleszteni, amire adják egyébként, de valószínűleg akik adták, azok is tisztában voltak vele, hogy erre nem lesz képes ez az ország elkezdett túlélésre játszani, és ez nagyon is jól látszik a 80-as évek elejétől, hogy gyakorlatilag azokat a jóléti intézkedéseket, amelyeket már a 80-as évekre azért megszok a lakosság, ezt nem lehet nagyon visszavenni, legalábbis drasztikusan, ezért egy olyan módon próbálják ezt a kérdést javítani, hogy, vagy hát javítani nem, de mondjuk áremelés a megjelenése, ami azért az azt megelőző időszakban nem feltétlenül volt jellemző, egy-egy terméknek az ára évekig, évtizedekig ugyanannyiba került, idősebbektől, nagyszülőktől, máj napig is lehet hallani a 360-as számot és ezeknek a társait, ami jelenti azt, hogy akár 15-20 évig is ugyanannyiba került egy kiló kenyér vagy egy liter tej. Na ez itt a 80-as évek elején, 82-től azért már van elmozdulás, itt azért látszik, hogy 20-25%-os emelés, ami azért igencsak komoly és drasztikus. Ennek mindenféle ilyen fedősztorikat is azért próbálnak kitalálni, terelni a felelősség kérdését, hogy ez csak átmeneti, meg majd rendeződnek a dolgok. Illetve a 80-as években van egy másik ilyen érdekesség, ez inkább a 80-as évek második felére jellemző, de egy jó kommunikációs trükk végül is, amely hát mondjuk úgy, hogy hát működik akár, ugye, de a végeredmény ettől még nem jó, amikor beharangoznak egy-egy adott termékre egy drasztikusabb áremelést, egy 15-20%-os áremelést, és mikor oda kerül, hogy áremelés lesz, akkor csak 8%-kal emelik, vagy 10-zel, és akkor mindenki boldog, hogy hát nem 15 lett, hanem 10, de azért az a 10 is elég fájdalmas, úgyhogy a jövedelmi viszonyok jelentősen nem változnak, és itt az elkövetkezőkben nagyon jól fog az látszani, hogy ez a fajta gazdaság
gazdasági struktúra nem lesz képes arra, hogy ezt az országot működtesse, hosszú távon legalábbis nem. Úgyhogy a 80-as évek elején azért már kódolva van ennek a rendszernek az összeborulása, viszont a korszakban élő, meghatározó olyan személyekkel azért már volt részem interjúkat készíteni, és mindig felszoktam tenni azt a kérdést, hogy 84-be, 5-be meg tudtál-e volna mondani, hogy 5 év múlva nincs Szovjetunió, véget ér ez az egész? Nem. Senkivel nem találkoztam olyannal, aki ezt mondta volna. Ugye a Szovjetunió hirdette is magát, hogy 100 év múlva is lesz Szovjetunió, illetve az egész 20. századi lecke valahol az embereket leszoktatta az álmodásról. 56 meg kimondottan józanítólag hatott, amikor annak ellenére, hogy a nyugat jelezte, hogy mennyire egyetért a magyar szabadságküzdelemmel, ezt valahol azért úgy élte meg a magyarság, hogy elárulták őket, és igazából mi nem számítunk. Ebből kifolyólag ez a fajta mentalitás a 80-as évekre is maximálisan rányomja a bélyegét, és tetten érhető. Gyakorlatilag majd itt a későbbi diákon bemutatom azt, hogy maga a pártelit sem tud ezzel a szituációval mit kezdeni, és akkor mit kezdene az átlagos ember, aki egyik munkahelyéről szalad a másikra, látja, hogy emelkednek az árak, ezt úgy tudja kompenzálni, hogy még többet vállal, még több időt, energiát veszel a családjától, hogy meglegyen a nyaraló, meglegyen a nem tudom én 5-6 évre előjegyzett Merkurnál átvehető Warburgja vagy Trabantja, és ezért küzdenek, amikor Nyugat-Európában már a második autóért megy esetleg a idézőjeles küzdés, illetve a nyaralás tervezik tengeren túlra a nyári időszakban. Ez Magyarország esetében jó esetben egy valamelyik szotüdülő, hogyha sikerül oda bejutni, vagy a nyári hónapokat arra használja ki egy család, mondjuk az agráriumban, hogy még plusz munkát vállalnak a szövetkezetben, mindenféle melléküzemágakban, vagy egyszerűen, ami mondjuk a városunkban is jellemző volt, hogy a családok, amikor véget ért az iskola, akkor a nyári szünetnek egy jelentős részében bevetik a család fiatalabb tagjait is, és esetleg kimennek az adott TSZ-be kapálni, vagy bármiféle mezőgazdasági munkát végezni. Köszönöm, hogy kaptam a jelzést, mert aki ismer, az tudja, hogy ha így mikrofon végre kerülök, akkor ott aztán nincsenek határok. Jó, fontos dolog, ami politikai tekintetben látszik egyfajta, fogalmazok, hogy finom hangolás. Másnak nem lehet nevezni, de arra azért mindenképpen jó, hogy valamit érzékel azért a politika is az új helyzetből, hogy valahogy ezt le kellene képezni. Ennek eredményeképpen lesz egy választójogi reform, ahol előírás lesz az, hogy többes jelölés van. Ez a többes jelölés azt jelenti, hogy nem egy jelölt van. Ez olyan vicces is volt egyébként évtizedeken keresztül, hogy egy jelölt van, és az egy jelölt az jó eséllyel 100%-ot ér el. Hát matematikai hibák történtek, volt, aki 100% fölött győzött. Ennek is megvan biztos a magyarázata, van, akinek még így sem sikerült a 100%-ot hozni, hogy egyedül indult. No, de 85-től viszont ez kerül be a ide vonatkozó törvények közé, hogy itt többes indulás van. Ennek eredményeképpen a 387 tagú országgyűlésnek több mint 10%-a nem abból a körből kerül ki, aki itt az állampárt jelöl, hanem a második körből. Ugye ez döntően a hazafias névfrontot jelenti, amit mondhatunk, hogy egyfajta reformszány, talán ez a legjobb kifejezés rá. Az, hogy frakció, ezt majd a későbbiekben jelzem, hogy ettől aztán nagyon fázik a politikai vezetés, úgyhogy ez egyfajta nyitásként lehet megélni, de ez olyan óriási nagy változást azért ne gondoljunk, hogy hozott volna. Igen, fontos dolog, aztán bevezetésre kerülnek a vállalati tanácsok 1985-ben, ami azért látszik, hogy egy óriási időcsúszás abban a tekintetben is, hogy ennek a gondolatisága már az új gazdasági mechanizmusnál megjelenik, hogy az nem jó feltétlenül, hogy egy vízfejből irányítjuk a gazdaság összes struktúráját, gyakorlatilag a nehézipartól a könnyiparon keresztül a mezőgazdasági, és központilag akarunk mindent eldönteni és mindent megmondani. Na ez a decentralizáció, ez gyakorlatilag 85-ben ölti azt a formáját, amikor gyakorlatilag igyekeznek ezt a központi utasításos rendszert majdhogy nem teljesen felszámolni, és létrehozni olyan új intézményrendszert, amelyek az intézményekre koncentrálódnak, aminek persze megvan az a jelentős előnye, hogy mégiscsak olyan tagjai vannak, akik nagyjából tudják, hogy abban a gyárban mi történik, milyen piaci lehetőségek vannak, és közelebb kerül az irányítás a termeléshez. De mondhatjuk, hogy ez azért már eléggé elkésett történetnek tűnik így utólag 85-ben látva. A gazdaság
válság mély repülésbe kezd, az imént felsorolt, vagy az előzőekben felsorolt okokból is kifolyólag, illetve politikailag is elkezd erodálódni az egész rendszer, és ennek az erodálásnak a katalizátora lesz a Szovjetunió nehéz gazdasági helyzete, nehéz geopolitikai helyzete, nehéz katonai helyzete. Van egy vesztésre álló csillagháborús projekt, ahol az USA elkezd utcahosszakat verni a szovjet hadiparra, technológiára. Emellett ugye nem kapjuk meg, nem férhetünk hozzá azokhoz a ekkor már egyre inkább létfontosságú termékekhez, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy átlendítsék a magyar ipart, a magyar gazdaságot a modernebb szintekre. Ennek a időszaknak egy ilyen fontos fogalma, kokomlista, a idősebbek tudhatják, aki meg tanulmányai találkozott vele, az is tudhatja, hogy mi ez. Ugye ez azoknak a termékeknek, korabeli informatikai irányítás technológiai termékeknek a listája, ami ahhoz kell, hogy túl tudjunk lépni gyakorlatilag a több évtized vagy évszázados hagyományra épülő irányítás technológiában gépeknél. Ez ugye gyakorlatilag a modern gazdaságnak egy ilyen talpköve, mai napig is ezt szoktuk emlegetni, hogy ez egy nagyon fontos, és hogyha egy országon nagyot akar ütni valaki, akkor ezeket a termékeket fogja elsőnek tiltólistára tenni. Na, ez a tiltólista intézményeinél ennek eredményeképpen a teljes KGST blokk nem tud hozzájutni ezekhez a termékekhez. Saját barkácsolás zajlik, de azért lényegesen kisebb hatékonysággal és eredményességgel, mint hogyha ezeket mondjuk át tudtuk volna venni. A másik nagyon fontos történés az ugye a Szovjetunió élén történik, mégpedig új pártfőtitkár lesz, Mihail Gorbacsov, ez esetében egy fiatal, ambíciózus vezető kerül a székbe. Az, hogy ő ezt mennyire tudatosan építi, vagy mennyire sodrulik az eseményekkel, ezt nehéz eldönteni. Vannak szakértők, kutatók, akik úgy gondolják, hogy ő ezt teljesen tudatosan építette fel. Itt a mai nap folyamán elhangozott a glasnost, a nyitottság, a perestroika, az átépítés vagy újratervezésnek is mondhatnánk most már ezt, illetve a gazdasági tekintetben is volt ennek egy szép orosz fogalma. Valószínűleg ez egy szándékos lépés volt, kiválóan látta azt, hogy ez egy zsákutcás történet, amiben a Szovjetunió éppen halad, és ebből nem nagyon van ebben a tekintetben kiút. De az, hogy mondjuk ez azt fogja eredményezni, hogy egy fél évtized alatt teljesen összeomlik a Szovjetunió, ezt valószínűleg ő sem gondolta, vagy nem feltétlenül szerette volna. Az élet már csak ilyen, hogy valami jó szándékkal elindít, aztán pedig az események elkezdik magukat gerjeszteni és vinni, és ennek eredményeképpen egy teljesen új szituáció tud előállni. Gorbacsov ellátogat Magyarországra 86. június 8-a 11-e között, nagyjából pont évfordulója lesz ennek a látogatásnak. Érdekes eredménye lesz, természetesen, mint a SKP főtitkára maximális tisztelet és fogadtatás, viszont volt részem olyan interjú alannyal is beszélni, aki találkozott ekkor Gorbacsovval, Szabó István, a valamikori nádudvari Vörös Csillagnak a örökké tartó elnöke, akinek meglehetősen szoros kapcsolata volt Kádár Jánoshoz. Neki is, illetve az ő körében többeknek volt lehetősége. Meghallgatták, nagyon szimpatikus volt, nagyon lelkesnek találták, és látták, hogy ez egy új, friss vonal. Mondjuk nem is volt nehéz az elődökhöz képest, akik szegények nem túl sok időt tudtak tölteni ebbe a székbe, mert néhány éven belül több főtitkát is cserélni kellett, mert elhunytak, úgyhogy gyakorlatilag álltak egyik a másiknak a koporsója mellett díszőrséget, és néhány év múlva meg a következő. Úgyhogy ez egy nehéz időszak volt a Szovjetunió életében is, de itt viszont tényleg egy ambiciózus fiatal ember, aki van koncepciója, legalábbis elképzelése, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb irány, módosításra van szükség, viszont Magyarországon ezt a pártelit inkább megijedve fogadja, és azt látják, hogy nagy lehet a baj, ha már a központban is ilyen gondolatok fogalmazódnak meg. Így aztán ők természetesen kezet fognak, és nagyon megköszönik, hogy itt jár, de eszük ágában sincs ezt a fajta politikai változást, vagy ezt az új világot nagyon óhajtani Magyarország esetében.
Viszont az élet már csak olyan, és a gazdasági kényszer szerűség, hogy egy olyan pályán van Magyarország az összes többi kelet-európai állammal, hogy küzdenek a túlélésért. Ez a küzdenek a túlélésért gyakorlatilag azt jelenti, hogy azokat a kölcsönökhöz, amihez folyamatában hozzájutunk, ezekből most már végképp nem a fejlesztésekről van szó, hanem az, hogy valamilyen szinten az ország elzötyögjön és ne menjen csődbe. Ez már a 87-es, 6-os évtől teljesen tetten érhető, az ideérkező összes nyugati a rendszernek a foldozgatására és az éppen víz felett tartására lesz alkalmas. 88. június 25-én Grósz Károly lesz a miniszterelnök. Ő megint csak egy ambíciózus úriember, aki Kádár feltétlen híveként lép föl. Aztán majd látjuk azt, hogy gyakorlatilag néhány hónap alatt annyira megtetszik neki ez a helyzet, hogy fogalmazzunk úgy, hogy Kádárt elegánsan háttérbe szorítja, ami jelenti azt, hogy mindenféle igazán vezető pozíciójáról lemondatják, megkapja a párt elnöki tisztséget, viszont a párt elnöki tisztségnek ebben a struktúrában nincs semmiféle hatásköre, úgyhogy ez inkább egy tiszteletbeli pozíció, és ő elkezd a maga útját járni. Ez a maga útját járni jelenti azt, hogy ebben az időszakban már a gazdasági problémák, nehézségek olyan magasságokba érnek, hogy igen komoly adórendszeri változást, bevezetik a személyi jövedelemadót, ami az egyébként is gyengélkedő gazdaság és az egyébként is alulfizetett magyar dolgozó réteg számára egy újabb sorscsapás lesz. Elindulnak folyamatában az áremelések, a jól bevált struktúra szerint beharangozva nagyobbat, kevesebbet emelve, de már nem csak január 1-én emelnek feltétlenül, akár már évközben is. Ez a szituáció azt fogja eredményezni, hogy Grósz Károly között körül is kezd elfogyni a levegő, ami azt fogja eredményezni, hogy ő is próbál frissíteni a csapaton, annak ellenére, hogy nagyjából egy másfél évről van szó, és beveszi miniszterelnöki megbízást ad Németh Miklósnak, aki egy nagyságrendileg 40 esztendős gazdasági szakember, aki Ben azt látja, hogy az ő gondolkodása, illetve az ő általa képviselt gazdasági téren való gondolatok, ezek át tudják segíteni ezen a nehéz időszakon az országot. Németnél megint ugyanaz lesz a szituáció, hogy kezdetekben Grósz Károly feltétlen híveként apostrofálják, de megint eltelik egy néhány hónap, és nagyjából az történik, mint Grósz Kádár viszonylatában, hogy Németh Miklós is egy másik útra lép, és gyakorlatilag szembefordul Grósz Károllyal. Ennek eredményeképpen is, meg a környező gazdasági, politikai, geopolitikai szituációnak eredményeképpen gyakorlatilag a rendszer napjai meg lesznek számolva, meg lettek számlálva, aminek eredményeképpen tüntetések, jelen tüntetők jelennek meg Budapest utcáin, ami 56 óta nem fordult elő. Ugye két nagy ilyen, vagy három nagy tüntetést is meg tudunk említeni. Az első ugye a romániai falurombolás, illetve ezzel párhuzamosan a bős-nagymarosi erőmű ellen való demonstráció, ami megijeszt egyszerre mindenkit. Ezeken a tüntetéseken résztvevők mesélik azt, hogy féltek ők is, viszont azt látták, hogy azok is félnek, akik a barikád másik oldalán mondjuk sisakban és pajzsal állnak, mert azért 56 sem volt olyan messze, és ennek nincs hagyománya a kommunizmusban, nincs tüntetés, meg szabad véleménynyilvánítás. Ennek eredményeképpen azért nem mindegyik ilyen megmozdulás lesz teljesen békés, mondjuk a március 15-i pont nem az lesz, de akár a 88. június 16-án Nagy Imre kivégzésének ugye június 14-i megemlékezésen a tüntetés durván feloszlatják, gumibolt, meg minden, ami ilyenkor kellett. Ez is mondjuk egy hagyomány a baloldalon, hogy ezeket az eszközöket azért szokták és aktívan használják is az idők folyamán. No, ebben a szituációban gyakorlatilag az látszik, hogy a rendszer összeomlik, és az összeomlás utolsó pillanatában egy olyan fordulatot vesz a rendszerváltás, amely nem a utcán és nem a tüntetéseken akarja eldönteni az új világnak a menetrendjét, hanem egy tárgyalásos módon, nem példanélküli vagy Kelet-Európában, mondhatnánk, hogy nagyságrendileg a többi államban is hasonló történik. Csehország ugye a bársonyos forradalomnak hívják,
a Jugoszlávia, illetve az utódállamok tekintetében ekkor még egy kicsit békésebb, aztán majd ugye ott egyéb okból háború fog kitörni, de van mondjuk ellenpélda a Románia, ahol majd karácsonyi események eredményeképpen ott fegyveres forradalom fogja a Ceausescu hatalmát megdönteni. Magyarország esetében ez ténylegesen egy tárgyalásos megoldás lesz, ahol az úgynevezett ellenzéki kerekasztal három oldalára beülnek a jelenlegi az akkori hatalmat képviselők, az MSZMP-nek a vezetői, illetve a kormányzatnak a fontos emberei, beül az ellenzék, az ekkor frissen megalakuló ellenzéki mozgalmak, ugye a legkorábban az MDF, aztán SZDSZ, Fidesz, akiknek a képviselői megint csak jelen lesznek ennél a háromszögletű kerekasztalnál, illetve a harmadik oldal az pedig azok a fajta reform erők, akik egyébként azért mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy belülről is bontsák ezt a rendszert, és ahogy nézek, elnök úra, erősen elfogyott az idő. Itt lett volna pedig egy nagyon érdekes sztori a folytatásban, hogy hogy történik, és mondjuk Posgai Imrének milyen szerepe van itt a dolgok menetében, de igyekeztem egy alapos és átfogó előadást tartani, hogy honnan indultunk, és akkor remélem, hogy jövő héten ezt fogjuk tudni folytatni, és eljutunk remélhetőleg addig a pontig, amit egyébként elterveztem, hogy két hét alatt csak sikerül behozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Elnök úr. Közhangulattal? No, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon örülök a kérdésnek, mert azt látom, hogy ráhibáztál arra a területre, amivel szeretnék majd foglalkozni. Még a jövő héten sem tudok ezzel foglalkozni, de már fogom érinteni. Mégpedig azzal a gondolatisággal képzeljük el azt a szituációt, hogy karantén, és a kettő között próbálok hasonlatot hozni. Két év, nincsenek fesztiválok, nincsenek koncertek, nincsen beülés, étterembe, teraszra, nincs az, ami úgy hozzátartozott az életünkhöz az elmúlt évtizedekben, mondjuk az elmúlt 30 évben azért ennek, de ha úgy nézzük, az elmúlt 40-50 évben is hagyománya volt, és amikor megszűnik a karantén, mi történik az emberekkel? Gyakorlatilag, ez tavaly nyáron látszott nagyon, most is látszik még ez, hogy amikor van egy kis lehetőség, akkor mindenki menni akar. Menni akar fesztiválra, ha van fesztivál, ki akar ülni. Csak egyszerűen emberekkel akar találkozni, mert hogy miért ne? Mert hogy volt nem 40 év, de azért volt egy másfél év, két év olyan, amikor nem úgy éltük a mindennapjainkat, ahogy szeretnénk. Ez az analógiát, ha nézzük, hogy 40 évi kommunizmus van, azaz nem nyilváníthatsz véleményt, nincs sajtószabadság, meg akarják mondani nem az csak, hogy mit tegyél, hanem mit is gondoljál, ami azért elég meredek, de ugye a kommunizmusnak ez egyfajta ilyen alaptézise, hogy a gondolatrendőrség is működik, hogy nehogy véletlenül valami olyan akarják kitalálni, ami nem fér össze ezzel a rendszerrel, és ekkor mi történik? Rendszerváltás van. Eufória van, azt gondolná az ember, hogy mindenki alig várta, hogy akkor végre kimegy, és akkor megmondhatja a véleményét, és meg is mondhatná egy országgyűlési választáson. És azt gondolnánk, hogy 80% el akar menni választani, és azt akarja mondani, hogy igen, új világ, és akarom, és én is csinálni fogom ezt a dolgot, de nem ezt látjuk, hanem ilyen 30-35% körüli részvételek vannak úgy az országgyűlési, mint a helyhatóságin. Gyakorlatilag a szavazásra jogosult állampolgároknak az 1/3 bő szűk, attól függ, hogy honnan nézzük, megy el. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, és a városban is ezt tetten érhető, hogy akikkel beszéltem, hogy mit éreztek 88-89-ben, igazából azt mondták, hogy kivártak. Várták, hogy mi történik. Az idősebbek azért várták, hogy mi történik, mert elég negatív tapasztalataik voltak 56. október utolsó napjaiban, amikor azt várták, hogy eljött a szabadság, és nem jött el. Valószínűleg ez is egy nyomós ér volt, illetve az a fajta puha diktatúra, ami Kádár alatt gyakorlatilag a lelkeket próbálta meg becserkészni abban a tekintetben, hogy
idézőjelbe biztosított egy viszonylagos jólét. Ez azért eléggé viszonylagos, hogyha összehasonlítjuk akár a környező, tőlünk nyugatabbra lévő államokkal, de akár még délfele is menjünk, mondjuk egy Jugoszláviánál sem éltek rosszabbul az emberek, mint nálunk. Azért ez egy érdekes és valahol megmagyarázással váró dolog, hogy hiába ér véget a kommunizmus, nem az történik, hogy 90-ben egy óriási ilyen kikelet van, és akkor azt gondolná legalábbis az ember, és ez azért egy sok kérdést fölvet. Persze magyarázatokkal is már tudunk szolgálni, de azért még kell ezt kutatni, hogy ez a szabadság ugyan egy jó dolognak tartották, biztos vagyok benne, hogy a társadalom többség azért ez nagyon pozitívan viszonyult, viszont egyből találkozott azzal, hogy munkanélküliség, személyi jövedelemadó, problémák a munkahelyen, kevés a fizetés, ismételten elindul az országon belül egy jövésmenés, a nagy cégek bezárnak, úgyhogy egy kicsit ambivalens ez az időszak, és ezt szeretném majd egy kicsit így kibontani olyan interjúkkal, akik ezt az időszakot átélték, akár vezetőként, akár mezőgazdaságban, iparban, értelmiségiként, hogy élik meg, mert így utólag azt tűnik, hogy nehezebb ez a történet, mint ahogy gondolnánk.